Kelemen Sándor vagyok, a Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium tanára, és a varázslatos szikrákról fogok egy kísérleti bemutatót tartani, szikrainduktor segítségével. Amit meg kellene figyelni, az a szikrák keletkezése, hol keletkezik a szikra, és milyen anyagok között keletkeznek szikrák. Először két fém csúcs között hozok létre kisülést. Szépen látható, 6 cm távolságban vannak egymástól az elektródok, ez körülbelül 120-150 ezer volt feszültséget jelent. Kicserélöm a két elektródát vizes fára. És megnézzük, létrejön-e így szikra a kivezetések között. Reméljük létrejön. Szépen látjuk először a két véget az ötönlétre, aztán megemeljük elő. Ezek a sziklák végig nincsak a papelletben elő. Végigúsznak a papfelülete mentén, kicsit megszállítják, kicsit elszenesítik, és ha kellő időt hagyunk neki, akkor fel is gyulladnak ezek a fa burkapálcikák. A következő, megnézzük, hogy víz területébe belecsap-e a szikra, belecsap-e a villám. A szikrainduktorra az egyik kivezetését belevezetek vezetéket a vízbe, a másik kivezetésére pedig egy rossz vezetéket helyezek el. Nézzük meg, mit láthatunk. Láthatjuk, hogy a víz felületébe véletlenszerűen csap be a szikra, nem lehet pontosan megjósolni, hogy hova. Ha a víz felületébe belehelyezek egy villámhálítót, akkor a szikra már tudja, hogy hova kell menjen. A villámhárító sem ad teljes biztonságot, de a szikrák nagy része a villámhárítóba csapott bele. A következő kísérlet, amivel egy nedves földet tudunk modellezni, egy vizes törölgető langyot. Vizes törölgető rongy egyik részére rákötöttem a vezetéket, a másik része fölé pedig föllógatok egy az előbbiekben látott vezetéket, nézzük meg, hova keletkezik szikra. Hát nagyon szépen látszik, hogy itt sem egy pontos helyre ment a szikra, hanem véletlenszerűen változtatta a helyét. Mi a tanulság ebből a kísérletből, ha lelógó vezetéket látunk, nem menjünk a közelébe, ugyanis nem tudjuk, hogy merre folyik az áram a föld alatt. További jó szórakozást kívánok a kísérletek.